Sziasztok! Épp a minap kérdeztétek kommentben, hogy mi újság van az akkumulátoros fűnyíróval. Erre a Fuxtec akkumulátoros fűnyíróra gondoltatok, és ebben 120 voltos akkumulátor van. Mutatom is, 120 voltos lítium-ion. Már egy jó ideje nyírom vele most a füvet, és nem is akármilyen füvet, ilyen magas füvet nyírok vele, azért, hogy össze is szedjem a nyesedékeket. Nem szeretem a damilos fűkaszát azért, mert szana széjjel dobálja a kis nyesedékeket, ráadásul a damil darabok is itt lesznek a kertben, úgyhogy ez sem egy túl környezettudatos dolog. Ezért most elővettem ismét ezt a fűnyírót, és itt van összegyűjtve a fűnyesedék. Na nézzük, hogy boldogul ezzel a nagy gazzal. Nos, egy akkumulátor töltettel egy utánfutónyi füvet tudtam levágni, tehát ez nagyon sok gyűjtővel van, szerintem egy olyan 15-20 gyűjtővel tudtam összegyűjteni. 60 literes egyébként a gyűjtőkosara ennek a fűnyírónak, úgyhogy most pedig elszállítom komposztálni. Közben a fűgyűjtő helyett föltettem az oldalkidobó feltétet, ugye ez egy, ha jól emlékszem, akkor 5:1 fűnyíró, tehát tud mulcsozni, tud oldalkidobós fűnyíróként működni, tud fűgyűjtésként működni, tehát elég sok funkciója van. És mindjárt ki is hozom a frissen feltöltött akkumulátorát, és megnézzük, hogy mekkora területet lehet itt lenyírni. Először ezzel kezdek, aztán majd a másik oldalon lévő körülbelül ugyanennyi területtel. Ha jól emlékszem, akkor régen 45 percet bírt ki egy feltöltéssel, úgyhogy most ezzel fogjuk letesztelni, hogy mekkora területet lehet lenyírni, és az órám segítségével, pedig a lépésszámból és a GPS segítségével meg tudjuk állapítani azt, hogy hány négyzetmétert tudtam vele lenyírni, majd beszorozzuk ennek a vágás szélességével. Ami egyébként, ahogy itt látjátok, 457 mm, tehát nagyjából fél méteres a vágás szélességünk. Most ezt a területet, ezt 16 perc alatt nyírtam le. Kettesen van a töltöttségi szintünk. 17 perc 49 másodperc telt el. Szerintem a távolságot ezt nagyon hülyén méri, mert azt mondja, hogy 330 métert tette meg. Hát szerintem ennek a duplája volt minimum. Most éppen ezt a területet nyírtam a fűnyíróval, és most megállt érdekes módon. Tehát nagyon érdekes, hogy néha így beindult egy sokkal magasabb hangon valami zaj benne. Valószínűleg ez egyébként a hűtőventilátorra az akkumulátornak és a motornak.
Most kivettem az akkumulátort, hogy tudjon picit hűlni. Most bizony nagyon meleg napsütéses idő van, és nézzük is meg, hogy mennyi ideig működött még. 12 perc, most egy percet levonok azért, ami a kameráért elmentem, és elvileg 360 métert tettem meg szerinte, de hát ez biztos, hogy nem annyi volt. És újkorában úgy emlékszem, hogy vagy fél órát, vagy 3-4 órát tudtam működtetni, és 1000 négyzetméter körül tudott lenyírni, hogy lehet, hogy az az Extol fűnyíró volt a dupla akkumulátorral, ugye 2x40 voltos, 2 darab 40 voltos akkumulátor volt abban, és az 1000 négyzetméter tudtam lenyírni, erre tisztán emlékszem, viszont lehet, hogy ez nem tudott annyit, ez mondjuk olyan 750-et, de még ennyi sincs meg. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy sajnos valamennyit degradálódott az akkumulátora. Igaz, hogy még nem volt itt teljesen föltöltve idén, és teljesen lemerítve, úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit kondicionálni kell. Na, kíváncsi vagyok, hogy vissza elindul-e. Elég gyakran hűtötte már magát egyébként, de most már azt mutatja, hogy egyes a töltöttség. Megpróbálom egy félkézzel beindítani, ami nem nagyon... És pirosat jelez egyébként, úgyhogy valószínűleg nem sokáig fog menni. Meglátjuk, meddig megy. Hát, hogyha meg tudom mutatni nektek azt a hangot. Nem tudom megmutatni. Tehát most már teljesen lemerült úgy tűnik, és nem hajlandó tovább működni. Igen, most már, hogyha megnyomom, akkor pirosat jelez. Ilyenkor már nem érdemes erőltetni, mert hogyha 3 volt alá merül, akkor az súlyosan károsíthatja az akkumulátort. De majd most teljesen föltöltöm, és megnézzük, hogy azzal mennyit bír majd. Bizony nagyon nagy előnye egy akkumulátoros fűnyírónak, hogy bármerre lehet billenteni, így például így most az oldalára is, mert ez nagyon nagy segítség, amikor meg akarjuk tisztítani. Megtisztítani minden egyes fűnyírás után érdemes, és én ehhez vettem egy ilyen jó erős fakanalat, egy faspatulát, és ezzel, főleg ha ilyen poros területen nyírunk, mint most én is, akkor szépen le tudjuk kaparni a sarat és a fűmaradékot. Csak faeszközt érdemes használnotok, vagy maximum műanyagot, hogy ne sértsük meg a festéket, a burkolaton, mert akkor egész hamar elrohad majd. Viszont ez a hang nem nagyon tetszik nekem, és az sem, hogy a mágnesek itt a motorban. Ennek is szénkefe nélküli motorja van, ezért itt állandó mágnesek vannak. Ennek egy nagy problémája ennek a motornak, hogyha ez túl melegszik, akkor lemágneseződik, és akkor bizony tönkre megy a motor. Nézzük, hogy van-e valami hangja. Hát nekem úgy tűnik, mintha lenne egy kis csapágy hang. Idéző jelbe téve 0-ról 100%-ra 2 óra alatt töltötte fel a töltője, és ehhez 240 wattóra, azaz 0,24 kilowattóra energiát használt fel. Ha vesszük a 10%-os veszteséget, akkor mondhatjuk azt, hogy a 0,2 kilowattnyi energia az, amit ez az akkumulátor képes tárolni. És ez jól látszik abból is, hogy elég sokáig tud működni vele a fűnyírógép, meg minden más eszköz is. Ez gyakorlatilag az 1/10 annak, ami a fűnyíró traktoromban van. Tehát abban egy 2 kWh ilyen akkumulátorpak van, tehát mondhatjuk azt, hogy 10 darab ilyenből épül fel a fűnyíró traktor akupakja. A legmagasabb töltő teljesítmény a 140 watt volt, és én 120-130 watttal töltötte szinte folyamatosan, szinte végig ez a töltő, ez az akkumulátort. Úgyhogy ez is egy tök jó dolog, hogy viszonylag gyorsan föl tudja tölteni. Úgyhogy még egy van hátra, az, hogy leteszteljük, hogy most a teljesen föltöltött akkumulátorral mennyit bír a fűnyíró, mekkora területet tudok levágni, holnap reggel fogom kipróbálni. Legutóbb ezen a területen hagytam abba a fűnyírást, itt fogyott el a delej az akkumulátorból. Ez most a második akkumulátor, tehát ilyen nagyobb füves részeket, mint amit itt is láthattok, ezekből lenyestem egy kicsit vele, úgyhogy már nem 100%-os az akkumulátor, de azt gondolom, hogy így is vehetjük 100%-osnak, és teljesen ismét lemerülésig megyünk. Megnézzük, hogy mekkora területet lehet lenyírni a fűnyíróval. Talán az is feltűnt nektek, hogy most rajta van a fűnyírón a fűgyűjtő. Ezt azért tettem rá, hogy felszedje minden a fűnyesedéket és a lehullott akácvirágot, amivel teljesen be van terítve itt a talaj. A füvet összegyűjtöm és komposztálom.
Ismét nulláig merítettem, mutatom is. Lássuk az applikációban a végeredményt. 1,43 kilométert tettem meg, tehát durván 700 négyzetmétert tudtam lenyírni ezzel a fűnyíróval, és 41 perc alatt. Az jól látszik a lenyírt fű mennyiségéből is, hogy sokkal rövidebb volt ez a fű, mint a korábbi, hiszen most körülbelül egy fél utánfutónyi füvet gyűjtöttem össze, míg az előző alkalommal majdnem egy egész utánfutónyi fűnyesedék összegyűlt. Tehát ha össze szeretném foglalni az eddigi tapasztalataimat ezzel az akkumulátoros fűnyíróval kapcsolatban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy olyan 4-500 négyzetméternyi terület nyírására már ezek az akkumulátoros fűnyírók is abszolút alkalmasak. Sokkal komfortosabbak, sokkal halkabbak, sokkal környezetbarátabbak, mint a benzines társaik, úgyhogy mindenkinek ezt ajánlanám. Viszont arra, hogy nagy területet nyírjunk velük, akár két akkumulátorral felszerelkezve, arra nem ajánlom. Tehát ezt ilyen 1000-1500 négyzetméteres telekre sem ajánlanám már, ha csak nem mondjuk két napon nyírjuk le, tehát 2500 négyzetmétert. Természetesen bírná egyébként, tehát nyugodtan lehetne helyettesíteni vele a benzines fűnyírókat, itt ezt az árokpartot nyírni vele, még a nagy lósóskákat is simán elviszi, és az ilyen nagy fűvel is simán megküzd, ugye ezt még le kell majd nyírnom fűszegényíróval, semmi problémát nem okoz számára, és nagyon jó az ilyen árokpartokra és ferde helyekre, hiszen ezt bárhova megdönthetjük, viszont ahhoz már elég nehéz, hogy könnyen tudjuk mozgatni. Tehát ez a fűnyíró nehezebb, mint egy konnektorba dugható villanyfűnyíró, arra készüljetek fel, majdnem betegszik a súlya egyébként egy benzines fűnyíróéval. Most, hogy egy picit visszatértem a tologatós fűnyírókhoz és a 43 cm-es vágás szélességhez, azt kell, hogy mondjam, hogy fényévnyi különbség van egy ilyen fűnyíró traktor és egy villanyos vagy benzines fűnyíró között, tehát összehasonlíthatatlan az a kényelem, az a komfort, az a gyorsaság, amivel ezzel a fűnyíróval lehet dolgozni. Durván másfél-két órára volt szükségem a tologatós fűnyíróval ahhoz a munkához, amit ezzel a fűnyíró traktorral fél óra alatt, vagy maximum 3-4 óra alatt el lehet végezni, és mivel ülünk közben, sokkal, de sokkal komfortosabb és kényelmesebb, tehát teljesen összehasonlíthatatlan a két dolog. Nagyon gondolkoztam rajta, amikor láttam a fűnyíró traktor árakat, hogy inkább átállok erre az akkumulátoros fűnyíromra, tologatósra, de nagyon jól tettem, hogy ezt nem léptem meg, mert iszonyatosan fárasztó ezzel füvet nyírni, mármint a tologatóssal, és egy nagyon jó buli füvet nyírni egy ilyen elektromos fűnyíró traktorral, akkumulátoros fűnyíró traktorral. Természetesen nem javaslom senkinek, hogy ilyen nagy utánfutót húzgáljon a fűnyíró traktorával, hiszen lehet hozzájuk vásárolni olyan utánfutót, ami ezekhez a fűnyírókhoz való, és maximum 75 kg-mal terhelhető, hiszen egy ilyen utánfutó mozgatásához át kell alakítani a felfüggesztést is, át kell alakítani a vonószemet is, úgyhogy ezt nem javaslom senkinek, hogy ilyet tegyen, de nekem óriási segítség. Visszatérve az akkumulátoros fűnyíróra, mennyire vált be, én nagyon szeretem. Tehát az, hogy előkapom a garázsból, beleteszem az akkumulátort, és azonnal hadrafogható, az azt gondolom, hogy mindent megér, és az, hogy nagyon minimális összeggel üzemeltethető, tehát nem igényel igazán karbantartás sem, az akkumulátor föltöltése, amit láthattátok, tehát 0,2 kW-ot vett fel. Az, hogy az akkumulátor degradálódik-e, biztosan. Én úgy emlékszem, mintha 3-4 órát simán bírt volna két éve korábban, talán akkor vásároltam ezt a fűnyírót. Eleinte sokat volt használva, majd későbbiekben már alig használtam, és most, hogy a fűnyíró traktor itt van, már csak azokra a helyekre használom, ahová nem lehet a fűnyíró traktorral bemenni, illetve szűk helyeken. Ezt nektek is javaslom, hogy a fűnyíró traktor mellé kiegészítő fűnyírónak abszolút megfelel, tehát azokat a területeket, amihez nehezen fértek hozzá, vagy nem tudott lenyírni a fűnyíró traktor, azokat le lehet vele nyírni, de még egyszer mondom, a benzines fűnyíró helyettesítésére már nem ajánlanám. Tehát egy benzines fűnyíró azt gondolom sokkal strapabíró, sokkal többet bír. Itt az akkumulátornál megvan a veszélye, tehát tegnap azt tapasztaltam, hogy sokszor bekapcsolt a hűtőventilátora, tehát ilyen időben most is van, hogy 13-14 fok van így reggel.
reggel hűvös van, ilyenkor lehet vele jól haladni, és úgy, hogy ne károsítsuk se az akkumulátort, se a villanymotort így füvet nyírni, de nagy melegben például már nem ajánlanám. Nyilvánvalóan a nagy meleg sem a villanyfűnyíróknak, sem a benzines fűnyíróknak nem tesz jót, úgyhogy azt mind a kettőnél, vagy mind a háromnál érdemes kerülni. Viszont, hogyha eddig elektromos fűnyírót, tehát vezetékes fűnyírót használtatok, annak a helyettesítésére abszolút megfelel. Észre fogjátok venni, hogy sokkal erősebb, tényleg mindennel meg tud egyébként küzdeni, de nem kéne erőltetni. Tehát sem az akkumulátornak, sem a fűnyírónak nem tesz jót, hogyha azt teszitek vele, amit most én is tettem, hogy ilyen nagyon magas fűbe beletoljátok. Ezt csak azért mutattam meg, mert képes rá. De az, hogy aki napi szinten ezt tegye vele, azt senkinek nem ajánlom. Jó, tehát eddig jók a tapasztalatok, valamennyit biztosan degradálódott az akkumulátor, de nem sokat. A villanyautóknál 2% évente a degradáció, tehát 20% 10 év alatt. Azt gondolom, hogy ezt a 20%-ot kiszámoljuk, és a 40 percből abból 32-t bír 10 év múlva, akkor nagyon elégedett leszek. Sőt, hogyha a két akkumulátorra tudja ugyanezt lenyírni ezt a területet, akkor is nagyon elégedett leszek ezzel az akkumulátoros fűnyíróval. Úgyhogy eddig jól teljesített, most mintha kezdené egy picit csapágyassá válni. Ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy most is elég poros volt a terület. Ezért tök jó volt, hogy most így szemelkélő eső után nyírtam, és nagyon kegyes volt hozzám az időjárás, mert megkímélt a nagy esőtől, és be tudtam fejezni. Így hát most kicserélem a másik akkumulátorra ezt, és lenyírom a nagy füveket is, tehát ami még hátra maradt a területeken. Ennyi volt ez a hosszú távú tapasztalatokat bemutató videó erről az akkumulátoros fűnyíróról. Remélem tetszett nektek és informatív volt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!